Két versenyző képviselte a Nyíregyházi Sportcentrumot Olaszországban a 2021-22-es világkupa sorozat nyitóversenyén. A fiatal Csépke Bence első nemzetközi megmérettetésén egy győztes asszóval tette le a névjegyét. Tarjányi István viszont úgy utazott Pízába, hogy aranyérmet szeretne nyerni mindkét egyéni számban. Így is lett, mivel mind a párbajtőrözők, mind a kardozók mezőnyében a legjobbnak bizonyult Pákei Béla tanítványa. Nagyon jól éreztem magamat, nagyon laza voltam, nagyon koncentrált, tehát már éreztem, amikor reggel felkeltem, hogy ez egész jól fog sikerülni a nap, és mint bebizonyosodott, tényleg jól sikerült a nap. Tehát végig párbajtőrben nem volt vereségem, a poolba sem, utána pedig a táblán végig meneteltem, és itt sikerült győznem. Karban pedig a csoportban volt egy vereségem, pont attól, akivel a döntőt vívtam, de utána döntőben pedig gond nélkül sikerült legyőznem, és egy aranyat szereznem ott is. A két arany mellé még egy ezüstérem is került a nyíregyházi vívó nyakába, a kardcsapat döntőben az olaszokkal szemben maradt alul a magyar válogatott. Tarjányi István mesterét nem érte váratlanul a kiváló szereplés. Érezni lehetett, hogy lesz valami nagyon jó eredmény, mert Tokióból úgy jött haza, hogy maximális motiváció, beleszagolt ugye egy paralimpiának a világába, és úgy jött haza, hogy na ő innentől kezdve ő már csak Párizs, és addig nincs megállás, és ezáltal ő ugye nem is igazán pihent. Tehát kapott volna pihenőt, de ő azt mondta, hogy ő annyira csinálni akarja, hogy csináljuk, és szerintem ezzel lépéselőnyben voltunk a mezőny előtt, akik esetleg többet pihentek az első világkupa előtt. Ez is hozzátartozik az eredményességhez, meg az is hozzátartozik, hogy voltak, akik nem indultak el ezen a versenyen, de ez nem kisebbíti az István érdemeit, mert az elődöntőbe, tehát az első 4-5 helyezett, ők kint voltak mind a paralimpián, tehát azok ugyanaz a kaliber, mint István. A decemberre tervezett varsói Európa-bajnokságot a járvány miatt törölték, idén már csak az országos bajnokságon indul a két nyíregyházi vívó. Utána egy rövid pihenőt követően folytatódik a felkészülés, mivel márciusban már ismét világkupa versenyen gyűjthetik a pontokat a kerekes-székes vívók.